készítsünk igazi főúri menüből néhány fogástól, mert nyilván. Én nem vállalok 12-t most. Én sem most. Kezdjük egy előétellel. Jó, ez az előétel egy nagyon egyszerű előétel, otthon bárki könnyen el tudja készíteni. Ez egy padlizsán krém lesz, egy vinyetta, egy erdélyi padlizsán krém. Gyakorlatilag úgy szoktuk elkészíteni, hogy hossz irányban bevágjuk a padlizsánt. Nem kell végigvágni, tehát nem, hogy ketté essen. Ezzel megkönnyítjük majd a sütőben a padlizsánnak a sütését. Magas hőmérsékleten 200 fok fölött, egy tepsibe helyezve. Persze, meg kell folyik, sütni. Megvágtad, és akkor folyik belőle a lé, úgyhogy érdemes beletenni. Ilyenkor sózni még nem kell, mert nincs értelme, a héját úgy is el fogjuk dobni, tehát nincs értelme még sózni, majd utána fogjuk megsózni. Betesszük a sütőbe. És amikor jól megbarnul és összeesik, akkor meg van sülve. Készítettél egy igazi jó kemény majonézt. Így van. Ez a gyakorlatilag a teljesen szokásos receptúra, tehát 6-8 tojás sárgája, 1 liter olaja, a vékony sugárban ugye hozzácsorgatjuk az olajat, épp hogy csak csepegtetve, és egy kemény habbá, vagy kemény masszává összeáll a majonézünk. Csináljuk meg akkor az ízesítést. Összevágunk egy kis lilahagymát, vagy salotthagymát, amelyiket meg tudjuk vásárolni a piacon. Az a lényeg, hogy finomra vágjuk össze az anyagokat. De minél apróbbra. Minél krémesebb maradjon majd utána a töltelékünk. Mindenképpen szükségünk lesz fokhagymára. Én azt mondom, hogy a padlizsán és a fokhagyma azok nagyon jó barátok. Mondhatom, hogy egyben járnak. Szépen lejön a héja. A szárhoz közelebbi részt azt levágjuk róla, azt nem tesszük bele. Az kesernyés, igen. Pontosan. Tehát csak magát ezt a friss padlizsán húst fogjuk felhasználni a továbbiakban. Én azt mondom, hogy kicsit rusztikusabb az, hogyha villával, igen, szétnyomkodjuk. Ne legyen egy nagy pép, hanem akkor legyenek benne darabok, így is, van, és nem lesz annyira kenőcsös, és a magos pontosan. Kicsit ilyen durvább tengeri sót használunk hozzá. Hozzáteszünk egy kicsit a hagymából. Igen. Egy keveset a fokhagymából. Hol, milyen stációkat jártál végig? Elég sok helyen voltam külföldön, mielőtt itt megállapodtam a szállodánál. Mondhatni azt, hogy sikerült így a világot így elég rendesen körbeutazgatni, mert hajón is dolgoztam, illetve szárazföldön is több helyen, tehát Írország, Németország, Belgium, elég sok helyen megfordultam. Szép. És a leghosszabb időm az pedig Moszkvában volt. Moszkvában? Igen, és milyen éttermetben dolgoztam? A Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviseletén dolgoztam. A majonézzel is óvatosan bánjunk, pontosan azért, hogy nem szeretnénk, ha elnyomnánk a padlizsának az ízét. Igazándiból ettől egy kicsit kifehéredik. Ezt szerintem, hogyha megkóstolod, ez már ízre is jó lesz. És egy nagyon pici petrezselyem zöldet, tényleg csak a levelekkel adunk neki egy extra ízt. A petrezselyemnek amúgy is van egy ilyen nagyon érdekes, jellegzetes. És ad egy frissességet, igen, is, igen, az egész ételnek a citrom mellett.